Sziasztok, Lilla vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon is egy újabb vlogban. Eredetileg egy pár napos vlogot terveztem, csak útközben beleszólt egy kis betegség, megbetegedtem is kb. Majdnem 2 hétig itthon voltam, és még most is lehet hallani a hangomon, hogy ilyen orrhangom van, úgyhogy emiatt ne haragudjatok, de most végre rávettem magamat, hogy ennek a videónak az intróját felvegyem. Ez egy összetett vlog. Első rész az a 18. szülinapomra kapott ajándék, amit az előző vlogban beszéltem, hogy van egy ajándék, amit nem tudok megmutatni, mert időpontra van hozzá szükség, és ugye akkor már megvolt az időpont, szóval. Sokan nem tudhatjátok, van egy tesóm. Most már van tetkóm, csináltatunk közös tetkót, és ez a feltétel nélküli szeretet szimbóluma. Ha valaki azt kérdezi, hogy mennyire fáj, semennyire. Van egy videó, amiben mondtam, hogy a szemöldökszedés az fájdalmasabb, és ezt komolyan is gondoltam. Ennyit igazából erről a vlog következő része, azt hiszem az már az érettségi volt, igen. Ezt annyira nem sokat emlegettem, talán egy párszor megemlítettem, hogy fogunk csinálni előrehozott emelt szintű angol érettségit, és ez ugye most október 21-én volt, úgyhogy meg is írtuk, arra következzen egy vlog részlet. Fontos része a felkészülésnek a holnapra, és teli hold is van, úgyhogy... Kaja már összepakolva. Viszem magammal a kristályaimat, természetesen viszek magammal tigris szemet meg ametisztet. Erre a kristályos bácsi mindig azt mondja, hogy ez a kombó nagyon jó ilyen vizsgahelyzetek alatt, mert ugye ez tanulásra, meg koncentrációra jó, vagy segít. Ametiszt pedig amúgy nagyon sok mindenre, de segít így le küzdeni a stresszt. A zöld kövek azok mindig nyugtatnak, úgyhogy ezt a zöld kálcitot viszem, hogy ilyen belső békével legyek magammal. Ez pedig egy lápisz lazuli, azt hiszem az a neve, hogy ez ilyen teljes, maximális énemet tudjam kihozni magamból. El is készültem, és már indulunk is, így nézek ki. Csodálatos matróz blúz, amit tiszta szívemből utálok, rühelleg, gyűlölök. Ennyit ma az utálatozásban, most már pozitívak vagyunk. Szép napot mindenkinek, délután érkezem. Sziasztok, már hazaértem, és hát a vizsgával már jó pár órája végeztünk. Igazából sok mindent nem tudok róla mondani. Nekem könnyűnek tűnt, szóval nem volt egy ilyen nagy dolog, szerintem nem volt olyan nehéz, volt egy-két ilyen szivatós feladat, de azon kívül egyébként semmi extra, szóval bárcsak tudnék valami hasznos dolgot mondani, most azt nézem, hogy én átváltottam ezt a fényt, az egyik át sem ment. Ó, előző jobb volt. 8-kor elkezdődött, minden simán ment. Egyébként hallgatás is be nehezebbre számítottam, mert néha volt egy-két nehezebb dolog, de szerintem az sem volt olyan vészes. 8-a lesz az eredmény. Pont így délbe végeztem. Elmentünk a Lilláékhoz, ott ettünk náluk, aztán visszamentünk a városba. Az Árkádban nyílt valami új. Anya, képzeld, az Árkádban nyílt valami új hely. Van rendes kaja, azt hittük a gelati helyére. Nem ettünk egyébként, és ez a slackék ettek sütit. Én egy banános smoothie-t ittam. Beszélgettünk, és szóba jött a piercing. Random jött egy ilyen közös megegyezés alapján történő ötlet, hogy menjünk el piercinget csináltatni. És egyébként már egy-két hónapja kb. Gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha csináltatnék egy második lyukat a fülembe. Úgyhogy ez megtörtént, egy ilyen aranyi kis cuclit rakattunk bele, hát ezt nagyon szépen elmondtam. Hát, jobban izgultam előtte, mint a tetkó előtt. nem tudom, azért, mert a tetkóra így ráhangolódtam már hetek óta a lelkiekbe, de ez meg olyan spontán jött, viszont imádom az ilyen spontán dolgokat, úgyhogy igen. Ugye mivel ez arany, hát nyilván jobban néz ki most az arany, úgyhogy a H&M-be is mentünk, és vettem ilyen kis karikafülbe valókat. Ennyi a mai beszámolni való. Mint láthattátok, most még egyszer bemutatom. Tadá! Aztán pénteken pedig elmentünk egyet bulizni, oda konkrétan amúgy annyit tudok bevágni,
ahogy kinéztem így a sminkemet, meg az outfitemet, és ennyit sikerült belőle levlogolnom. Ezt felhúzom. Anya közben itt pakolja a szekrényét, válogatja ki, hogy mi kell és mi nem, aztán így rájövünk, hogy néha így megbolondulunk. Most hétvégén megtartottuk tegnap szombaton a 18. szülinapom családi verzióját. Valamit még kéne ebben a vlogban csinálni, valami nem tudom érdekesen. Tudjátok, mint lehet ebben? Oh my god. Van egy ötletem. Nagyon régóta húztam már a komódos videót, és végül is ahhoz nem is lett elég anyag. Úgyhogy szerintem, de bevágok videó részleteket, amikor megérkezett a komódom, és amikor felavattam, meg így bepakoláztam. Úgyhogy jó szórakozás mindenkinek. Észben már megöttem az egyik komódom, ezt már behoztuk, és este még be fog kerülni majd mellé a másik is. Fél hétre pedig jön hozzánk egy személy megnézni a másik szekrényemet, úgyhogy addig ki kell abban mindenképpen pakolnom, úgyhogy ez fog most következni. Elsősorban, amiket át tudok rakni, ezt át fogom rakni ide. Ami miatt a legizgatottabb vagyok egyébként, az az, hogy majd a tetejére hogy fogok pakolni. Picit káosz ez a rész itt. Ott vannak olyan dekorációk, amiket direkt így tartogattam. Na, itt van már mind a kettő komód, így néz ki. Még szokatlan, de amúgy nekem tetszik. És hát igazából ugye ez két külön úgy, hogy bármikor, amikor át szeretném rendezni, át tudom. Az is opció, hogy esetleg a komódok kerülnének egyel arrébb, és az íróasztal kerülne ide. Ez itt a helyzet jelen pillanatban, úgyhogy ezzel kell sürgősen valamit csinálnom. És most itt van ez az üres hely, úgyhogy ezzel majd valamit kitalálok. Szóval, itt felül vannak a felsőim, egyelőre így néz ki a helyzet. Aztán itt vannak a nacik, illetve ott az ilyen egyberészes ruhák. Naciból egyébként annyira nincsen sok, úgyhogy ez könnyen elfért. Ez az érdekes rész, itt vannak az edzős cuccaim, ebből van szerintem kb. Így a legtöbb, és még mindig van hely, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik ez a komód. Sokkal több helyen van, mint a szekrényemben. Itt pedig a pizsik, meg az ilyen itthoni kényelmes dolgok, és itt kezdődnek a problémák, szóval... Ja, ide szeretnék majd mindenképp ezekbe, négy közül háromba szeretnék ilyen elválasztókat, hogy így rendszerezni tudjam ezt a részt, erre fér el legeslegjobban. A másodikra is nagyon ráfér, mert csak random bedobáltam az ilyen, hát, parfüm, smink, arcápolási cuccok, testápoló, fésütükör, random dobozok, úgyhogy ilyesmiket, és ezeket is meg mindenképpen így rendszerezni szeretném. Aztán ebbe van, hát itt a laptopom töltője, meg táskák, és az alsóba pedig a legeslegrandomabb dolgok igazából, ahogy így látjátok. Szóval ezt is majd kicsit rendszerezni szeretném, mert ez így eléggé rosszul néz ki. Igazából ennyi is lett van ez a videó. Nem tudom, ugye ez most így mi lett tulajdonképpen, vagy mi sem, hogy kiderül. De... ideje van már videót feltölteni, és mivel beteg voltam, mondom, azért nem tudtam nagyon vlogolni sem, meg semmit, úgyhogy ja. Ilyen elmaradott videó részletekből áll ez a videó össze, de remélem, hogy nem haragszatok, és remélem, hogy tetszett. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és írjatok videóötleteket, vagy semmi, mindegy, majd kirakom Insta sztoriba, hogy az ilyen
vonzás törvényével, vagy ez a law of assumption, vagy a spiritualitással kapcsolatban van-e kérdésetek, mert lehet, hogy akkor arról szívesen csinálnék videót. Csak nem tudom, hogy amúgy így azon belül milyen témáról beszéljek esetleg részletesebben. Ezt mondjuk azt kommentben is megírhatjátok itt a videó alatt. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok!